Többek között jogi és pályázati információkat is kaphatnak a civil szervezetek a Megyei Civil Információs Centrumtól, mondta a fehérgyarmati rendezvényen Kis András operatív igazgató. Azt gondolom, egy ekkora megyében, ahol több mint 200 település van, nagyon fontos, hogy a civil információs centrum ott legyen a végeken is. Az minden faluban, minden kisvárosban, nagyobb városban, járási székhelyen ott tudjunk lenni, és ezért hoztuk el így évvégén, mert megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap, a civileknek szóló legnagyobb hazai forrás, mind szakmai, mind működési kiírással már megjelent, ezért egy olyan pályázati tanácsadó napot hoztunk el, amin ezt a két pályázati formát fogjuk bemutatni, és próbáljuk arra biztatni a civil szervezeteket, hogy pályázzanak. A rendezvényen elhangzott, a pályázatoknak köszönhetően tudnak a civilek a helyi közösségek számára fontos programokat megvalósítani. Olyan célokat is sikerült támogatni pályázat útján, ami igenis tesz hozzá a térséghez. Egyre több és több ilyen civil kezdeményezésre lenne szükség. Van még mit tanulnunk. A különbség van az ország nyugati és a keleti fele között. Itt még sokkal kevesebb a civil kezdeményezés, de éppen azért igyekszünk mi is egy kicsit pátyolgatni őket, hogy lássák meg azt, hogy tudnak a helyi közélethez, a helyi egymás melletéléshez hozzátenni. A rendezvényen elhangzott, a korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az emberi erőforrás támogatás kezelő látja el. Az egyik kiírás az a működési pályázat, ez a civil szervezetek alapműködésének a támogatására van kiírva. Erre most a 2016-os évre minden szervezet 3 millió forintot pályázhat szervezetenként egy éves működésére, és emellett minden kollégium szakmai kiírást is tesz. Ebben általában viszonylag kicsi a szűkítés, tehát bármilyen jellegű szakmai program beadható, legyen az egy ifjúsági tábortól, legyen az egy kiadványkészítésig, vagy határon túli programokig, és ezen belül a civil szervezet határozza meg, hogy milyen szakmai programot kíván megvalósítani. Ennek a keretösszege is általában 150 ezer és 3 millió forint között mozog, és hát egy egész éves programsorozatot is meg lehet pályázni, akár egy egyhetes rendezvényt is. A pályázatokat januárban kizárólag az elektronikus pályázat kezelési és együttműködési rendszeren lehet benyújtani.